vállalt lakásprogram Győrben 2009 óta minden évben meghirdetésre kerül. Eddig összesen 144 idősnek tudtunk segíteni, és az összesen 58,6 millió forint önkormányzati forrást jelentett, amennyivel az önkormányzat támogatta ezt a programot. Ennek a programnak a legfőbb célja, hogy az időseknek tudjunk abba segíteni, hogy minél tovább abban a környezetben tudjanak élni, önállóan tevékenykedni, mindennapjaikat eltölteni, amelyet ismernek, megszokott számukra, és abba tudjuk segíteni, hogy kicsit biztonságosabbá tegyük mindezt. A program arra koncentrál, hogy olyan kis műszaki megoldásokat, akadálymentesítéseket hajtson végre, amelyekkel tudunk segíteni a mindennapjaik során. Legyen szó például csúszásmentes padló kialakításáról, küszöbök kivételéről, vagy akár a fürdőkád kiváltásáról, zuhanyzóvá alakításáról. Ezek nagyon kis felújításoknak, beruházásoknak tűnnek, de az időseknek nagyon sokat tudunk ezekkel segíteni. Az idei évben a keretösszeg, amit önkormányzat támogatott, 8 millió forint, ennyi a rendelkezésre a pályázatokhoz. Amit fontos még kiemelni, hogy a pályázat lebonyolításában évek óta az önkormányzat partnere, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, egy együttműködési megállapodás keretében. A pályázat holnaptól jelenik meg, holnaptól lehet igényelni a támogatást, egy adatlap kitöltésével és egy pályázat útmutató részletes áttanulmányozásával, amelyek letölthetőek lesznek a máltai honlapról, illetve a Városháza honlapjáról is. Itt kaphatnak egy részletes tájékoztatást arra vonatkozóan az idősek, hogy mit kell benyújtani, milyen módon kell benyújtani, mit kell kitölteniük. Ugyanakkor megjelentettünk ebben az anyagban egy olyan elérhetőséget is, amelyen keresztül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai abban is segítik őket, hogy hogy kell ezt az adatlapot kitölteni, hogy pontos legyen, jó legyen, ne ezzel múljon a későbbi támogatás, hogy esetleg nem sikerült mindent megfelelő módon és időben benyújtani. 2020-ban hasonló a cél, mint az eddigi években volt, 70 év felettiek pályázhatnak, 600 ezer forint a maximális támogatás, amit elnyerhetnek. Önrészt nem igényel a pályázat, ugyanakkor annak nincs akadálya, hogyha valaki erre a 600 ezer forintra jogosult lesz, megkapja, de magasabb összegű a kivitelezés, azt saját erőből hozzáteheti, illetve a programnak a tartalmát is lehet oly módon csökkenteni, hogy beleférjen ebbe a 600 ezer forintba. De nem kritérium, hogy neki önrészt kell vállalnia. Mi azt látjuk az elmúlt évek tapasztalati alapján, hogy ebből a keretösszegből azokat az alapakadálymentesítési feladatokat, akár egy fürdőt illetően, akár egy más életteret illetően el lehet végezni, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy akadálymentes környezetben tudják otthon az életüket élni. Augusztus 25-e a pályázat beadásának az utolsó napja. Ide az Amadé utca 1-be kell benyújtani a pályázatot, ezt lehet személyesen megtenni, vagy postai úton. Arra nagyon kell figyelni, hogy a postai úton feladásra kerüljön a pályázatban megjelölt utolsó napon a pályázat, illetve a személyes benyújtás is határidőhöz kötött, és sajnos nem áll módunkban elfogadni már határidő után beérkezett pályázatokat.